Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Tulajdonképpen a költés zene egy tőről fakad. Nemrég néztem újra Nemes Kürti tanárnak egy Balassiról szóló kis műsorát, és ő nagyon szépen elmeséli ebben a műsorban a diákoknak, mindenkinek évezhető módon, hogy azért valóban mindig énekelték, a versek nagy részét énekeltek, nem minden vers volt énekelt, persze, de valamilyen zeneisége mindig volt a versnek, vagy egy csitálva adták elő, mint a görögöknél például. Tehát az irodalom és a zene az oly módon, hogy ma ismerjük a szétválasztást, tehát oly módon igazából a klasszikus időszakban, tehát mondjuk ugye a baroktól kezdett el szétválni, örökké szét sem vált, hiszen voltak olyan dalok, amik versekre írt zenék, helyenne műveit egy csomót megzenésítettek például. De ez a reflexív művészet, tehát hogy a verse, a zene születik és a zene verse, ez tulajdonképpen nagyon sokáig nem volt olyan jellemző, hanem lettek a papíron írók is, lettek a zeneművészek. Az is érdekes, hogy pont Bob Dylan kaptam, mindig eszembe jut, amikor a Brodyról vitatkoztak, hogy akkor a Brody vajon verseket írt, vagy a Földes László éppen talán még jobb példa rá, verseket ír, vagy csak dalszöveget ír, és az inkább csak a zenének egy kelléke, vagy költészet. Szóval én azt gondolom, hogy ahogy Kerouacról mindenképpen, vagy Ginsbergről elmondhatjuk, hogy az irodalom, amit ők írnak, miközben egy furcsa, a bit korszakban, a lázadásos 60-as évek Amerikában, Nyugat-Európájában születő irodalom, akkor a Bob Dylanre is ezt elmondhatjuk, és a Bob Dylannek az igazi első ismertségét mindenképpen a harcos irányzat adta, ami a vietnámi háború ellen szólt, és tulajdonképpen ezek versek voltak, amiket elénekelt, mikor inkább sanzonok voltak, rock sanzonok, vagy blues sanzonok, ha úgy tetszik. And if your breath to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changin'. Bob Dylan most pont arra jó a középiskolákban, hogy egy diáknak elmondjuk, hogy na milyen lehetett Petőfi. Ugye akkori magyar népesség Petőfi korában a szabadságharc előtti évtizedekben nem tudott olvasni. És mégis ismert egy csomó Petőfi verset. Meg utána is csomóan úgy ismerték a Petőfit, hogy nem olvasták, hanem énekelték, népdalnak gondolták, tehát nem is mindig tudták, hogy ez Petőfi vers, illetve nem akadtak fel, hogy egy Petőfi verset énekelnek. Egyébként Csokonnai verset is énekeltek nyilván. Tehát valahol ezt a szinkretizmust, ezt az együttállást, ezt szimbolizálja, és egy kicsit ebben a szétesőnek tűnő világban egy kicsit összébb jön. It's getting dark. Too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. A kritikák egy része nem ebből fakad, hanem abból fakad, hogy de hát azért vannak, akik meg csak írnak, és akkor azoknak meg mi juthat, ha egy énekes elhappolja előlük, vagy egy dalszerző ezt a díjat. Én azt gondolom, hogy ez azért egyedi eset. Azért a Bob Dylan ennek az évszázadnak, inkább a múlt évszázadnak, mert azért jobbár inkább a múlt évszázad második felének a jelensége, kulturális nagyságaként emlékezhetünk rá, vagy akkor töltött be olyan szerepet az ő költészete, dalköltészete, éneklése, kiállása, ami múlhatatlan volt az emberi kultúrában, ami a demokráciát elővitte, amely egy kicsit a békésebb világ felé mutatott éppen ebben, mondom, ebben a vietnámi háborús, koreai háborús időszakban. Tehát tulajdonképpen
lehet kicsit rígykedni rá, de nem érdemes. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan egyedeset, nem hiszem, hogy a következő években sűrűn nagy zenészt fognak kitüntetni ezzel, és azt kell mondjam, hogy azért könyvtárunkban is megvan például Mit fúj a szél, Blowing the Wind, ugye ezt mindenki ismeri, ennek a kötetnek az anyaga, azt valaki elolvassa és nem hallotta soha, akkor ezt ő versként olvassa. How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.